Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem. Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Közel 160 tartalékos katona tett esküt Nyíregyháza főterén. Ők a megye székhelyen október 1-jével alakult, mint egy 360 főt számláló II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred kötelékébe tartoznak majd. Az ünnepségen a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, elismerés és köszönet illeti a tartalékos szolgálatot vállalókat, akik a hazavédelmét vállalták munkájuk és tanulmányaik mellett. Benkő Tibor kiemelte, tévedés azt gondolni, hogy Magyarország háborúra készül, és ezért militarizálni kellene a lakosságot. Nem háborúra készülünk, mi csak szeretnénk megőrizni a békét. Azt a békét, amely látjuk, hogy igencsak törékeny és sérülékeny dolog. Hiszen környezetünkben nem is olyan régen háború kezdődött, és háborús folyamat van most is Ukrajnában. Nem is olyan nagyon régen a délszláv válság még komoly veszélyeket, fenyegetettségeket jelentettek a magyaroknak. De a Nyugat-Balkánon a béke továbbra is csak időleges. Azért van ott béke, mert ott vannak katonáink. Benkő Tibor hangsúlyozta, Magyarországon az emberek biztonságra vágynak, és ennek biztosítása mindenkinek a feladata. Azt mondjuk, hogy Magyarország biztonsága természetesen függ többek között a magyar honvédség képességétől, függ a szövetséges erők képességétől, de még inkább függ a magyar emberek elszántságától, felkészültségétől, tenni akarásától. Benkő Tibor hozzátette, örömteli, hogy Magyarországon egyre több fiatal van, aki tenni akar a hazavédelme érdekében. Ezt mutatja az is, hogy idén nyáron 42 honvédelmi táborban mintegy 1500 fiatal vett részt. A nyíregyházi ünnepségen részt vett a területvédelmi ezred névadójának, Vitéz Vattai Antal altábornagynak a lánya is, aki az ezred új csapatzászlójának a zászlóanyja is lett.